Sziasztok! Ez itt az A&K Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégi kis, hatfős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. Csoportjaink folyamatosan indulnak különböző szinteken, és mindegyiket online rendezzük meg. A mai részben egy házi feladatot fogjuk megoldani, amit előző héten adtam, illetve egy új játékprogramot fogunk kidolgozni és megvalósítani egyenlőre egy egyszerű formában, és a következő részben pedig OOP-s formában. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit azt megtalálod itt a videó alatti leírásban, amivel az adott témára ugorhatsz, de mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói harangra kattintani, hogy értesülhess az új részekről, és ne maradj le a legújabb magyarázatokról. Kezdjük akkor a mai részt az előző epizódban feladott házi feladatnak a megoldásával. Ugye ott tartottunk, hogy írtunk egy programot, ami az összes magyar szónak a listáját betöltötte a memóriába, mindegyiknek előállította egy ilyen csak a magánhangzókat tartalmazó változatát, ez volt a kulcs a mapünkben, és hozzárendeltük, egy ilyen multimapet építettünk fel, ahol összegyűjtöttük azokat a szavakat, amik pont ezekből a magánhangzókból állnak, és ilyen sorrendben. És a házi feladat az volt, hogy írjunk egy olyan programot, ami bekér a felhasználótól egyetlen egy szót, és ehhez a szóhoz kilistázza az összes olyan más szót, ami ugyanezekből a magánhangzókból ugyanilyen sorrendben tartalmazza. Tehát ugyanazokat a magánhangzókat ugyanilyen sorrendben tartalmazza. Jó. Tehát, és igazából én meghagynám a programot úgy, ahogy van, csak kiegészíteném akkor ezzel a beolvasós résszel. Akkor felhasználói interakcióra van szükség, úgyhogy egy szkennert létrehozok, és akkor try with resources-ben, hogy utána be is záródjon rögtön. Scanner egyenlő new scanner, és a system in csatornát csomagolom be. És utána kiírom, hogy kérem, adjon meg egy szót. És ezt egy sima printtel kiíratom, és utána a scanner next line-nal be is olvasom. Ezt egy Word nevű helyi változóban eltárolom, és utána, ugye írtunk egy olyan metódust, ezt az extract vowel key from word-ot, ezzel elő tudom állítani ezt a kulcsot, amit most key-nek fogok hívni, mert meghívom ezt a metódust, átadom bemeneti paraméterként a word-ot neki, meg ugye a magánhangzókat kell átadni neki, azt pedig itt kigyűjtöttük egy vowels nevű helyi változóban. Tehát ez alapján megkapjuk ezt a kulcsot, és akkor utána már csak ebből a mapből, amiből amúgy is kiírattuk itt az előbb ezeket a szavakat, abból le kell kérdeznünk az ehhez a kulcshoz tartozó értékeket, amit ugye a get-tel tudunk lekérdezni, get ki, ez egy listát fog visszaadni nekünk, amit a words-nek fogok hívni, vagy nem words-nek, mert olyan már van, words with same vowels-nek olyan is van, akkor list of words, és attól, annak függvényében, hogy ez üres vagy nem, mert ugye elképzelhető, hogy nincs ilyen, hogyha ez üres, akkor mást írok ki, mint hogyha nem üres, ha üres, akkor egyszerűen kiírom azt, hogy nincs ehhez hasonló szó. Különben pedig kiírom azt, hogy a megadott szóhoz hasonló szavak. És akkor itt egy for each ciklussal végigmegyek a listán, és kiíratom őket. Word-et ezt tudom használni, nem az már itt megvan, akkor Word item lesz. Így. És akkor nézzük meg, hogy működik-e. Jó, ugye az előtte lévő összes kiírás az ugyanúgy lefutott. Kérem, adjon meg egy szót.
Asztal. Oké, az asztalra ezeket írta ki. Ből jó sok van. Hol kezdődik? Itt. Asztal. Abba, abban, ablak, abrak, absztrakt, adag. Igen, tehát ami két albetűt tartalmaz. Igen, ez rövid szavaknál nyilván nagyon sok ilyen van. De hosszabb szavaknál, mint mondjuk a számítógép, szállítógép, távírógép, igen, ebből már sokkal kevesebb, vagy nézzünk egy olyat, hogy helyettesít. Ebből is sok van, aha, mert ugye ebben sok elbetű van. Helyettesít, befeketít, helyettesít, belemerít. De úgy tűnik, hogy működik. Tehát ez igazából ezt a feladatot, ezt a házi feladatot ennyi kóddal meg lehetett oldani. Most nyilván itt a funkcióra törekedtünk, nem az, hogy szépen OOP-sen legyen megvalósítva, de illetve felhasználtuk nyilván azt, amit már korábban megírtunk, de hogy ezt igazából ilyen röviden ki lehetett egészíteni, és akkor, hogyha éppen verset ír az ember, és nem jut eszébe egy olyan szó, ami hasonlóan hangzik, mint egy másik, ami ugye a sor végén van, akkor ezt a programot akár lehet hozzá használni, és akkor ilyen irányítottan ahhoz az egy szóhoz tudunk keresni rímelő szavakat. Ezt nyilván lehetne finomítani, ahhoz, hogy rímeljen, ahhoz más szempontokat is figyelembe lehetne venni. Nem feltétlenül az összes magánhangzót kéne figyelni, elég az utolsó egy szótagban levőt, vagy utolsó két szótagban levőt, illetve más szempontok is számíthatnak, de most így első megközelítésben itt inkább most a programozási logikát akartam bemutatni ezzel. Jó, ezt akkor meg is oldottuk. Vágjunk bele akkor a mai második témánkba, és igazából egy új játékot szeretnék megvalósítani, ahol gyakorolhatjuk az eddig tanultakat. Úgyhogy bezárom ezeket, ahol eddig gyakoroltunk, és létrehozok egy új projektet. Fine New Java Project. Az lesz a neve, hogy Simple Logic Game. Egyszerű logikai játék. Finish. Létrehozok akkor az SRC forráskódot tartalmazó mappán belül egy új package-et, tehát jobb klik, new package, hu.akakadémia.pont, és akkor ez a Simple Logic Game, úgyhogy SLG lesz rövidítve. Jó, és akkor ezen jobb klik, new class, és most első megközelítésben ezt ilyen spagetti kódban szeretném megírni, csak hogy lássuk, hogy működik a program. A mai részben ezt ilyen minél egyszerűbben próbáljuk megoldani, és a következő részben pedig ezt amennyire csak lehet refaktoráljuk, és szépé tesszük a kódot, esetleg tovább is fejlesztjük a funkcióit. Simple Logic Game lesz az osztályneve is. Bekattintom, hogy egy main metódust is létrehozzon. Finish. És akkor itt is vagyunk szokásosan az üres kis projektünknél. És először is itt szeretném definiálni, hogy mi is maga a feladat. Igazából nemrég megjelent egy videójáték, az Elex 2, amivel játszom. Nagyon szeretem az első részét is, ez a második is tetszik. Mind a kettőben előfordul egy ilyen mini játék, a játékon belül, ahol igazából ilyen széfeket kell feltörni, ez egy ilyen nyitott világú szerepjáték, és a széfeket ilyen négy jegyű kóddal lehet feltörni, ugye van egy PIN kód lényegében, négy számjegyből álló kód, ugye mindegyik számjegy 0-tól 9-ig terjedhet, és annyit ad meg igazából a játék, hogy ugye van a négy számjegy, egyiket se ismerjük, és megadja a viszonyokat közte, hogy ez mondjuk nagyobb, ez is nagyobb, ez meg mondjuk kisebb. És akkor négy próbálkozásunk van, 0-tól 9-ig megadhatjuk először, hogy ide mit gondolunk, ide mit gondolunk, és miután ezt megtettük, utána amelyiket eltaláltuk, tehát hogyha ez a számot, ide mondjuk azt írtuk, hogy 8-as, és ez tényleg a 8-as, akkor az már zölden jelenik meg, az már rendben van.
Tehát például ez akkor kitöltődik zölden, meg mondjuk ez is mondjuk megvolt, akkor ez 3-as. Ja igen, ugye nagyobbnak kell lenni, tehát ez a 3-as, ez a 8-as, jó? Tehát a relációs jeleket azt tiszteletben kell tartani. De lehet, hogy amit ide írtunk számot, mondjuk azt, hogy 4-es, az sárga színű lesz, beszíneződik sárgára, mert hogy az szerepel a 4-es a megoldásban, de rossz helyen van. Mert az akkor nem az utolsó helyen, hanem ugye akkor kizárásos alapom itt tud lenni, tehát akkor ez lesz a 4-es. Illetve van, amit pirossal színez be, mondjuk amit itt adtunk meg, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem szerepel a megoldásban az a számjegy. És akkor 4 próbálkozás van, és hogyha 4 próbálkozásból megfejtettük, akkor kinyitottuk a széfet, hogyha nem, akkor pedig, hát igazából a játékban újra lehet próbálkozni, de ez a játéknak a lényege. Na most ezt valahogy megpróbálom akkor specifikálni, ilyen szöveges változatban. Tehát a feladat egy egyszerű logikai játék megvalósítása. A játék lényege, hogy a program véletlenszerűen sorsol egy egész számot 0 és 9999 között. A játékosnak ezt a számot kell megfejtenie úgy, hogy minden körben tippelhet, hogy melyik számjegy milyen. Amelyik számjegyet eltalálja, amelyik számjegynek az értékét és helyét is eltalálja, az azt zöld színnel jelölhetjük, és ezzel nincs további teendő. Ha egy számjegy értékét eltalálja a játékos, de a helyét nem, akkor azt sárgával jelöljük. Ha a megadott számjegy egyáltalán nem szerepel a megoldásban, akkor azt pirossal jelöljük. A játékosnak 4 kör áll rendelkezésére, hogy megfejtse a számot. Oké, na még egyszer elolvasom. A feladat egy egyszerű logikai játék megvalósítása. A játék lényege, hogy a program véletlenszerűen sorsol egy egész számot 0 és 9999 között. Az intervallum határait is beleértve. A játékosnak ezt a számot kell megfejtenie úgy, hogy minden körben tippelhet, hogy melyik számjegy milyen. Amelyik számjegynek az értékét és helyét is eltalálja, az zöld színnel jelöljük. És ezzel nincs további teendő. Ha egy számjegy értékét eltalálja a játékos, de a helyét nem, akkor azt sárgával jelöljük. Ha a megadott számjegy egyáltalán nem szerepel a megoldásban, akkor azt pirossal jelöljük. A játékosnak 4 kör áll rendelkezésére, hogy megfejtse a számot. Segítségül annyit árul el a program, hogy a szomszédos számjegyek értéke nagyságban hogy viszonyul egymáshoz. Például, ha a megoldás 1772, akkor az első körben a
program ezt jeleníti meg. Ugye 4 darab alulvonás jel. Az 1-eshez képest a 7-es az nagyobb. A 7-es az a 7-essel megegyezik. És a 7-eshez képest a 2-es az kisebb. Csak a kisebb, nagyobb és egyenlő műveleti jeleket tünteti fel a program. Ha a játékos nyert, akkor a program gratulál és leáll. Ha 4 körön belül a játékos nem találta ki a számot, akkor egy búcsú üzenetet jelenít, meg a program és leáll. Jó, tehát ennyi a specifikációja a játéknak, és akkor most ezt egy ilyen spagetti kódszerűen, tehát most csak tényleg a logikáját valósítsuk ennek meg, és a következő részben pedig ezt objektumorientáltá tesszük. Jó, tehát akkor ahogy olvassuk is így a feladatot, ugye az első lépés az az, hogy egy számot kell sorsolnunk 0 és 9999 között. Ugye ehhez a random osztályt tudjuk használni. Random, random, egyenlő, new, random. Ide is írom, első lépés, véletlenszerű szám sorsolása 0 és 9999 között. Jó, tehát ez az első lépés, a random osztályt Ctrl-Shift-O-val beimportáljuk, és akkor random.nextint-nél megadhatjuk a határt, hogyha azt mondom, hogy 10.000, akkor az 0 és 9999 közötti számot fog sorsolni, és ez lesz a megoldás, a solution. Solution. Na, tehát ez az első lépés. Ez a legrövidebb, ahogy talán ezt a részét meg lehet valósítani. Akkor most meg kéne jeleníteni ugye a játékosnak ezt a formát, és utána tud találgatni lényegében a játékos. Tehát második lépés. Jelenítsük meg a játékosnak a segédletet a kitaláláshoz. Na most ugye ez lényegében egy string. Ugye itt vagy ki van töltve már ez a számjegy, vagy nincs, és közte pedig ilyen relációs jelek vannak. Lényegében, ha tudjuk, mi a megoldás, és tudjuk, hogy mit tippelt mondjuk a felhasználó, akkor a kettőből le tudunk egy ilyet generálni. Kezdetben viszont egy ilyen üreset kéne legenerálni. Most ehhez írok először, most nem is gondolok előre, most csak úgy megírom azt a metódust, ami legenerál egy ilyen formát, hogyha megadunk neki egy számot. Jó? Generate masked version. Ez lesz a neve, és itt megadom neki ezt a megoldást, és ez egy stringet fog visszaadni, masked, maszkolt verzió, és akkor azt kiíratom. És akkor megírom ezt a metódust, itt legeneráltam ezt, tehát kapunk egy egész számot, és akkor ezt a maszkos változatot kell előállítani. Itt igazából nem tudjuk, most nyilván a Java az nem garantálja nekünk, hogy ez pozitív, vagy negatív, vagy mekkora szám lesz. De mondjuk feltételezhetjük akár, most egy első megközelítésben, hogy ez egy 4-jegyű szám. Akkor ugye a számjegyeket akarjuk kinyerni, akkor az ezreseket. Az ezreseket úgy kapjuk, hogy a solution-t elosztjuk 1000-rel. Mert ugye akkor ez egy egész számot egész számmal osztunk, ez is egész szám, meg ez is egész szám, úgyhogy az eredmény is egész lesz. Ez megadja, hogy mennyi ezresből áll. Hogyha eloszt, és utána lesznek majd a százasok,
Hundreds, ott viszont maradékosan elosztom 1000-rel, akkor megmarad az, ami a maradék, tehát maximum 999, minimum 0, és azt pedig elosztom 100-zal, akkor megkapom a 100-asokat. Hogyha elosztom 100-zal maradékosan, és azt elosztom utána 10-zel, akkor megkapom a 10-eseket. És az egyeseket azt úgy kapom meg, hogy igazából elosztom maradékosan 10-zel. Azt gondolom, hogy így egy négyjegyű számból ki tudjuk nyerni ezt a négy különböző helyi értéket, ezreseket, százasokat, tízeseket, egyeseket. És akkor ha az ezresek az nagyobb, mint a százasok, itt ugye egy string builderrel fogok felépíteni egy stringet, ezzel fogok visszatérni. Tehát, hogyha az ezresek, írok is egy ilyen példát, 8622, tehát az ezresek, ugye a 8-as az az ezresek, az nagyobb, mint a százasok, nagyobb, mint a 6, akkor az eredményhez azt írjuk hozzá, hogy append, akkor ugye nem ő, hanem ebbe az irányba lesz a relációs jel. És persze előtte ugye bele kell raknunk az ezreseket reprezentáló alulvonás jelet, utána majd a százasokat. Illetve hogyha ez nem igaz, tehát ez fordítva van, hogy a százasok a nagyobb, mint az ezresek, akkor fordítva lesz a relációs jel is. És különben pedig egyenlőségjel lesz, na az csak akkor lehet, hogyha ez a kettő egyenlő. És lényegében ezt kell ismételnünk utána a tízesekre, meg az egyesekre, úgyhogy ezt lemásolom. De ide is írom, hogy ez itt a ezres, ez itt a százas. És a százasnál akkor ugye kirakjuk, hogy ez itt a százas helyi érték, és utána megnézzük, hogy a százas az nagyobb-e, mint a tízes. És utána itt lesz a tízes, de ez már itt érződik, hogy ezt nem kéne ilyen formán, ugye gyártanom a copy-paste-es kód sorokat, hanem fel kéne ismerni benne valami mintázatot. De most első megközelítésben működjön a program, és utána majd szépítünk rajta. Jó, akkor megcsináljuk ezt a tízesekre és az egyesekre is. Igen, és akkor a végén ugye még hozzá kell fűznünk az egyeseket, reprezentáló alulvonás jelet, az pedig ez lesz. Na nézzük meg, most csaljunk egy kicsit olyan szempontból, hogy írjuk ki egyelőre a megoldást is. A megoldás plusz solution. És futtassuk le. A megoldás 9089, és akkor azt mondja, hogy az ezreseknél kisebb a százasok, ez igaz, mert a nulla az kisebb, mint a 9. Utána azt mondja, hogy annál nagyobb a tízesek helyén levő, igen, mert a 8-es az nagyobb, mint a 0, és akkor a 8-9, ez pedig olyan viszonyban van, hogy az is nagyobb. Futassuk le még egyszer. 8-6-4-2, ott mindegyik folyton csökken, így van. 4095, ott is helyes. Ez is jó. Ez is. Szeretnék látni egy egyenlőségjelet is, csak azért futtatom újra.
itt. 9553-nál, igen, a két középső számjegy az megegyezik, tehát ott egyenlőségjel van. Oké, tehát ennek a maszkolt változatnak az előállítása az helyesnek tűnik. Oké. Ide kommentelem, jó, hogy ez csalás. Megjelenítjük a megoldást is a tesztelés kedvéért. De ezt majd kivesszük a végén. Na, mi a következő lépés? A harmadik lépés az az, hogy most, hogy megjelenítettük ezt a maszkolt változatot, kérjük be a játékostól a tipjét. Jó, tehát itt lesz egy tipje a felhasználónak. Ezt most úgy fogom megcsinálni, hogy get guess, vagy read guess from player guess, ez egy szám lesz, egy egész szám. És most nem túl szépen, de a szkennert azt itt kint hozom létre, hogy mindegyik metódusban látható legyen, de az OP-s változatban ezt is szépen megoldjuk majd. Beimportálom Ctrl-Shift-O-val, elmentem Ctrl-S-sel. Jó, és akkor megírom ezt a metódust is. Először is kiírok egy üzenetet, hogy tip, mondjuk csak ennyit, hogy tip, és utána scanner.nextintel. Ja igen, private static. Statikus kell, hogy legyen, mert most minden metódusunk statikus. Next int. Tehát beolvassuk a számot. Az itt a guess. Utána eldobjuk ugye azt a fölösleges új sor karaktert, ami még ott van a bemeneten. És visszatérünk a guess-szel. Jó, tehát így beolvastunk a felhasználótól egy számot. Most első körben feltételezzük, hogy ez korrekt, tehát ez tényleg 0 és 9999 közötti számot adott meg. Oké. Akkor a következő lépés az az, hogy most, hogy megvan a tipp, és megvan ugye a megoldás is, össze kéne ugye a kettőt hasonlítani, és felfedni azokat a számokat, vagy egyfajta ilyen eredményt szolgáltatni, hogy mi az, amit eltalált, mi az, amit nem talált el. Összehasonlítani. Hasonlítsuk össze a tippet a megoldással. És írjuk ki az eredményt. Tehát ez valami nagyon hasonló lesz, mint itt. Generate must version, de itt nem csak a megoldást, hanem a tippet is, a guess-t is megadjuk. És akkor ezt fogom hívni részleges megoldásnak, partial solution, és azt megjelenítjük. Jó, tehát egy overloadolt változatát készítjük el a generate must version metódusnak. Ami ugye tudja a megoldást, tudja a tippet, és akkor megjeleníti azokat a számok, vagy kiírja igazából, itt is egy string builder-t létrehozunk, és kiírjuk, ugye itt most színezni nem tudunk a konzolon, legalábbis egyenlőre nem, ezt is megnézzük majd később, hogy tudnánk esetleg színesen megjeleníteni a konzolon zöld, piros vagy sárga színnel az eredményt. De most egyenlőre, amit tudunk csinálni, az, hogy külön kiírjuk, hogy mit talált el, mit nem talált el. Ugye elő kell állítani megint ezeket a változatokat, de ezt most úgy fogom hívni, hogy solution thousands, tehát előírom azt, hogy solution, mert ez a megoldásnak az ezresei, tízesei, egyesei. De ugyanígy ezt előállítom a tipre is. Guess thousands, guess hundreds, guess
Tense, guess, once. Csak annyi a különbség, hogy ezt tényleg erre alapozzuk. Lényegében szétszedjük számjegyekre. És akkor megnézzük, hogy az ezresek megegyeznek-e. Tehát a megoldásnak az ezresei értékén lévő szám, az megegyezik-e a tipben az ezresek helyén lévővel. Ha igen, akkor az beírjuk a helyére. Vagy sőt, akkor most egyelőre nem a helyére, hanem kiírjuk azt, hogy ezt eltaláltuk. Eltalált és helyén lévő. De ezt nem is így, hanem ezt akkor gyűjtsük ki egy collections frameworkben lévő adatstruktúrába, egy halmazba. Ugye ez egy halmaz? Nem halmaz, lista, mert lehet két ugyanolyan szám is. List integer, ezek a eltalált és helyén lévő számok. Tehát solved and correctly located numbers. És akkor egy array listet létrehozok neki. Ctrl-Shift-val beimportálom. És ilyen esetben akkor hozzáadom ehhez a listához ezt a számjegyet. Most azon gondolkozok, hogy ha van egy olyan szám, hogy 8128, akkor ugye abban kétszer is szerepel a 8-as, az ezresek helyén is, meg az egyesek helyén is. Ilyenkor, hogyha annyit mond, hogy helyén lévő szám, és azt mondja, hogy 8 meg 8, igazából ugye a 8-as a helyén van. Lehet-e az, hogy az egyik 8-as a helyén van, és helyes, a másik 8-as is helyes, de az nincs a helyén? Na, ezt majd át kell gondolni. Oké, tehát lényegében az biztos, hogy ilyen összehasonlítást teszünk. Nem tudom, hogy elég egy listába kigyűjteni, lehet, hogy a helyét is meg kéne adni. Ezt majd kiegészítjük, hogyha erre szükség van. De ezt lényegében meg kell csinálni akkor ugye a százasokra is. A tízesekre is. Összehasonlítjuk a tízeseket, és hogyha a helyén van és az érték is egyezik, akkor berakjuk ide. És az egyesekre is. Látszik, hogy itt nagyon sok ilyen kódrészlet ismétlődik, tehát ez abszolút azért kiállt, hogy ezt majd refaktoráljuk, és hogy javítsunk rajta. Jó, tehát ezzel kigyűjtöttük akkor a helyén lévőket, ugye ott meg kellett nézni, hogy ugyanazon a helyen van-e a megoldásban, meg a tipben a számjegy, és ugyanaz-e az értéke. Most nézzük meg akkor azokat, amik mondjuk teljesen rosszak. Tehát a incorrect numbers, tehát hogy nem is szerepel a megoldásban. Azt honnan tudjuk? Azt onnan tudjuk, hogy, és ide is fogom írni, hogy ez volt a solved and correctly located. Ez a rész lesz itt a incorrect numbers. Itt ugye ilyen masszív összehasonlításokat tudok csinálni, hogy a megoldásnak az ezresek helyén, tehát mondjuk nézzük a tipnek az elsőjét, tehát a tipnek az ezresek helyén lévő számot, hogyha az nem egyezik a megoldásban az ezresekkel, és nem is és, hanem vagy, tehát hogyha nem található a megoldásban az ezresek helyén, vagy ugyanez a szám nem található a százasok helyén, vagy
Ez nem található a tízesek helyén. Vagy ez nem található az egyesek helyén. Igen, így. Akkor ez egy inkorrekt szám, tehát akkor belerakhatjuk ebbe a halmazba. Ez biztos. Akkor ez a guess thousands, tehát az, ami a tipnek az első számjegye. Ezt megpróbálom betördelni kicsit, hogy jobban látszódjon. Igen, tehát akkor ez biztos, hogy inkorrekt. Tehát, hogyha mondjuk, mondok egy példát, mondjuk ez volt, hogy 8265, ez a megoldás. És ez a tip, hogy 1974, és most az egyes néztük meg, tehát a tipnek az ezresek helyén lévő számot, akkor az egyes az ugye nem szerepel se a megoldás ezresek helyén, se a százasok helyén, se a tízesek, se az egyesek helyén, úgyhogy beraktuk a helytelen számok közé. Na most ugyanezt meg kéne csinálnunk úgy, hogy a guess hundreds, guess tens, guess ones, de túl sok kódot kell gyártani ehhez. Nagyon sok a hiba lehetőség itt, úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy itt csináljunk egy olyat, hogy miután előállítottuk a megoldásnak a számjegyeit, készítsünk egy setet, egy integer setet, ezt fogom úgy hívni, hogy digits of solution, vagyis a megoldásnak a számjegyei. És ez egy olyan set lesz, set of, set.of, amibe belerakom a megoldásnak az ezresek helyi értékén lévő számot, százas helyi értéken lévő számot, tízeseket és az egyeseket. Ctrl-Shift-O-val beimportálom a set interfészt. Tehát egyszerűen felvettem egy halmazt, és abba beleraktam a megoldásnak a számjegyeit. És akkor ezt az egészet át tudom úgy fogalmazni, hogy a if-be azt írom, hogy a megoldás számjegyei között az tartalmazza a tipnek az ezresek helyi értékén lévőt, és hogy ez nem igaz. Tehát nem tartalmazza. És ez így sokkal rövidebb, ez a megfogalmazás. Tehát a megoldás ezresek helyén lévő számjegyét nem tartalmazza. Tehát amit tippeltünk szám, annak az ezresek helyi értékén lévő számjegyét nem tartalmazza a megoldás sehol. Egyik számjegye sem. És akkor erre nincs szükség. Akkor ezt meg kell csinálnunk igazából négyszer. Ugye a guess thousands, guess hundreds, és guess tens, guess ones. Még mindig van egy négyszeres kód duplikáció itt, szóval ez még mindig nem a legjobb, majd ezen is még javítani kell, de ez már kicsit rövidítette legalább ezt az if kifejezést. Jó, tehát most megvannak akkor ugye ezek a zöldek, ezek a jó helyen és jó értékkel szereplő számjegyek, ezek a pirosak, amik nem is szerepelnek a megoldásban. És akkor vannak még a sárgák, amik szerepelnek, de rossz helyen. Az pedig igazából itt, tehát correct value with wrong location, ez lesz a yellow. Ehhez is létrehozok egy listát. Tehát correct value incorrect location. És ha már itt vagyunk, akkor a másikat is úgy hívom, hogy correct value correct location. Egy kicsit konzisztensebb lesz. Correct value, correct location, correct value, incorrect location, és akkor van az incorrect value, incorrect location,
Hát, igazából incorrect value, mert hogy akkor a location már nem is számít. Jó, és ezt pedig úgy tudjuk megállapítani, hogy ugye veszünk megint a tipnek az ezresek helyi értékén lévő részét, hogyha az nincs benne a jó megoldások között, tehát a correct value, correct location-nél megnézzük, hogy tartalmazza-e ezt az első számjegyet, hogyha nem tartalmazza. Igaz az, hogy az nem tartalmazza, és egyszerre igaz az is, hogy a digits of solution, tehát a megoldásnál valahol benne van, tehát az viszont tartalmazza ezt, akkor ez valahol benne van a megoldásban, úgyhogy ezt akkor bele kell raknunk ebbe a sárga listába. Az ezresek helyén lévő számjegyet, és akkor ezt megint négyszeresen duplikálni kell. Guess hundreds. Elírtam valamit, guess. Aha, itt hundred. Igen, azt elírtam ott. Guess hundreds. És akkor gyártjuk a sor mintát. Guess tens. És akkor guess ones. Tehát a sárga listát, ezt meg így tudjuk előállítani, tehát ezek azok a számjegyek, amikben szerepelnek valahol a megoldásban, de rossz helyen. Jó, és akkor itt a megoldás, a result, az nem más, mint append, tehát hozzáírjuk először is, hogy eltalált értékű és helyű számjegyek. Ide kiírjuk az első listánkat. Eltalált értékű, de rossz helyű számjegyek. Ez lesz a correct value, incorrect location. És elhibázott számjegyek. Ez pedig az incorrect value. Jó. Illetve mindegyik mögé itt result.append-el igazából egy új sor karaktert is. Sőt, ezt ide ugye mögé is beírhatom. Ilyen formán, és akkor most ezt nézzük meg, lefuttatom. Tip, látjuk a megoldást is, azt mondom, hogy 2167. Na most azt mondja, hogy az egyes számjegy, az ugye a százasoknál szerepel a megoldásban is, meg a tippben is, tehát az eltalált helyű és értékű, szuper. A kettest, azt ugye a tippnél a legelején szerepeltettem, a megoldásban meg a legvégén szerepel, tehát azt eltaláltam az értéket, de rossz helyen szerepel, úgyhogy az a második listába került, a sárga listába. És a 6-os, 7-es az meg egyáltalán nem szerepel, úgyhogy az pedig bekerült a 3-as piros listába. Jónak tűnik, így elsőre. Jó, és akkor 5. lépés. Ugye igazából, ugye ezt négyszer kéne megismételni, és hogyha 4-ből kitalálja, akkor kész. Hogyha nem, akkor pedig vesztett. És erről kéne értesíteni. De igazából ez már milyen apró logikája ennek az egésznek. Hogyha eltaláljuk lényegében itt, tehát mondjuk rögtön most persze ki is iratjuk, úgyhogy könnyű eltalálni, így akkor mindegyik ugye az eltalált értékű és helyűbe kerül bele, és akkor innen tudhatjuk, hogy megnyertük. Jó. Oké.
Azt gondolom, hogy ez a nulladik megközelítése mondjuk ennek a programnak, ez már mindegyik részét tartalmazza, de mint látjátok, borzasztóan van strukturálva, mert igazából a main metódusban van megírva az egész, illetve van egy-egy külön metódus, ami szintén borzasztóan van megírva, igazából három metódus. Szóval ez, bár ellátja ezt a feladatot szinte, de ez nem egy jó megközelítés, ezt nagyon nehéz kiegészíteni, nagyon rosszul van struktúrálva. Úgyhogy a következő részben megnézzük, hogy hogyan lehet ugyanezt a játékot megvalósítani objektumorientált eszközökkel, illetve minden, amit eddig tanultunk, azt megpróbálunk egybegyúrni, és egy szép struktúrát adni ennek a feladatnak. Próbáljátok meg magatoktól is, házi feladatként, de jövő héten együtt is megnézzük. És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig, most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a videó alatt komment formájában, vagy a Premiere vetítés alatt, akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek, oszd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti részt sem, ahol egy versíró segédprogramot írtunk meg közösen. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.